Oscar. És ha a váratlansággal eljátszom, akkor az jutott eszembe egy elsőként kicsit ilyen bemelegítő körnek, hogy színpadi emberek számára nyilván a darabok játszása kapcsán lehet, vagy történhet váratlanság, amit nem is feltétlenül, hogy mi észreveszünk nézőként, hogyha mondjuk például, Júci, tőled olvastam valahol egy interjúban, hogy volt már olyan, hogy kiestél a szerepből, tehát hogy nem tudtad, hogy igazából hol vagy, vagy adott esetben elfelejtetted a koreográfiát. Igen, koreográfia az ritkán kiugrik az ember fejéből, vagy kezéből, lábából. Hát igazából, amikor megtörténik egy ilyen valami váratlan a színpadon, és amire nem tudok, hogy reagálni hirtelen, akkor nekem az első gondolat, ami eszembe jut, hogy én most kimegyek. És én ezt nem tudom is, mert igen, ez nagyon jó a kollégának, meg úgy a darabot nekem. De ez többször is előfordult már velem, hogy akkor csak az jutott, kimegyek, és akkor nem közelni szoktam egy viszontlátásra. De nem a nézőnek, hanem a kollégának, például a harmadik Richárdban volt ilyen a Nemzeti Színházban, hogy hát a Kurka Jani volt a harmadik Richárd, ilyen Lady Anna, és egy ilyen kulcs, egy ilyen üvegkoporsó tetején, először bent küzdöttünk egymásra, aztán a tetején, és éreztem, hogy nekem tüsszentenem kell. Most, mint Lady Anna, érdekes azért tüsszentgetni. És akkor azt csináltam, hogy így kicsit nyitottam a számat, és itt nyomkodtam magamnak az orromat, vagy itt az orrom alatt, hogy hát elmúlik, és ebből az kerekedett ki, hogy orszámos hang jött ki belőle. És abban a küszöbön kiéz, mert egyrészt mindig nevetek, tehát ez nagyon rossz tulajdonság, hogy én nagyon sokat tudok nevetni színpadon, amikor nem kell akkor, és akkor csak elfelejtettem minden szöveget, és csak az volt bennem, hogy akkor én most innen elmegyek. Köszöntöm is a Janinak, ő nézett utána, hogy és úgy, mint elbasszam a rátot, hagytam a Janit a színpadon, de hát ez többször előfordult. Tibor, veled történt olyan, hogy egyszerűen elfogyott a szoftver? Mindjárt kettőt is. Az egyiket nem vele kapcsolatos. Volt Szegeden egy csodálatos kollega, Mentes Jóska bácsi, akinek ez, ahogy is mondjam, szenvedélye volt elfelejteni több oldalnyi szöveget. Viszont volt egy kidolgozott módszere. Olyan, az volt a módszere, hogy rávette az ott lévőkre. Tehát nekiállt, hogy bulgárok, azért gyűltünk majd össze. Elfelejtettem. Hogy ezeket a fontos ügyeket mind megbeszéljük. Igaz a jegyző úr, mondta a legközelebbi ember. És ott a 10 ember, egyfelől mondani való nélkül, percek teltek el, teljes bérgúcsak. A másik kezdet, értem a szintén a fordult elő, hogy egy kollega egy történelmi színdarabban véletlenségből az agya átugrott, és a kac távoli lelkészt kezdte el mondani, mert a svejeket próbáltam. Hát az is bénító, mert ugye a sógó hiába, mert nincs mit lapozgatni. És ő darabig úgy mondta, belefeledkezve, majd ugye majd kicsit magához tért, valaki lökött rajta egyet, vagy kivitték, tehát valahogy megoldódik. Érdekes módon a színpadon ez mind megoldódik. A harmadik az közös, azt elmesélem, mert a szuper történet. Az angol és szerelmeseket játszottuk, amiben mi egymásra is találtunk, és rengeteget röhögtünk is. Hátul, miközben erről komoly szerelmi duetteket énekeltek. És a szerelmi duettnek az egyik rendezői megsegítése az volt, hogy fölülről szappanbuborékok jöttek le. Csodálatos buborékok, amiket a kellékes fúj. És közben énekelték a Principessa, Principessa, de ezt énekelték ott ketten gyönyörűen.
Majd az egyik előadáson azt történt, hogy a buborékok illetve kilöttyent az egész szó. És a szerelmesek mögött egy ilyen locsanás lehetett volna. Hát több se kellett, és mi láttuk, ők nem. És mi borzasztóan sírva röhögtünk ezen, hátra is néztek az előjátszó kollégák felháborodva, hogy hogy képzeljük ezt mi. Majd a jószínűleg előre kell menni egy ilyen ekkora piros ősarkú cipőben. Én ugyanez pirosban, előre ment, de még mindig rászkódott a rögést, ő majd belelépett a szaporos és egy akkorát esett, nem lehet elmondani. És az egyik piros cipő idáig följön, tong, elfedázott a színpadon, és akkor már mindenki rögött. Na, akkor nem mentem ki. Bárki mentem, bárki mentem. Érintett meg az elesés, vagy a dőlés, vagy a sérülés, mert neked van olyan is a történetedben, rád dőlt, díszlet. Igen, szerencsére csak főpróba. Rász főpróba. Igen, még közönség. A közönség nem élvezhette. Már csak díszlet, szét vágja a fejem. Volt olyan, hogy elment egyszerűen a szöveg? Annyit játszol? Volt, hát persze, hogy volt olyan, csak először most eszembe jutott, hogy és mit csinál olyankor a súgó, ugye, amikor a színésznek elmegy a szöveg. Hát súgója válogatja. Ma már súgójuk, ugye nem látják a súgójukat, ez itt valahol nincs. A súgó oldalt ül. De hát régen volt középen az a kis klasszikus, kis búrácska, vagy ilyen félből, és ott ült a súgó, akire ugye le lehetett nézni. És a régi Nemzeti Színházban mesélték a kollégák, a Tartüff ment, és hát egy-két ilyen szöveg, nem nagy birtokos kollega, erősen stírelte a súgónő, aki egy nagyon helyes, vicces, csikutácska hölgy volt, és azt mondta, hogy mondjátok, felszólt, hogy mondjátok nyugodtan, a hongkongi parókát hoztam el. Persze verses darabban nagyon nehéz, de amikor ez az átkozott zenés műfajban a 150. vagy 160. előadáson egy dalszövegben nem így teszed be egy szó, vagy egy fél sor, és akkor hát ugye fönnakad az ember szemeszolat, az valami rettenetes, de ezt valahogy a színész előre érzi, hogy az a két szó, hogy ő nem fog eszébe jutni, mert már így előre, ugye ismerünk, ez előre dolgozik az agy. És a Elizabeth című műzikát játszottuk az Operettszínházban, én és Zsófia főhercegnő simán lementem a csigalépcsőn, ütemre, nem tudom hány izére, kicsaptam a legyezőt, bele is fágtam, ment is a János, és akkor már éreztem, hogy na most ott lesz két szó, amit nem tudom. És nagyon májosan megfordultam, és úgy csináltam, mintha a mikrofon. Ja, nem, hogy ott lesz, ami lesz, én hátat fordítok és kész. Akkor eszembe jutott, visszafordultam, és attól a zavartól, hogy Istenem, ez ilyesmi nem szokott én velem előfordulni, már a fejemben volt, hogy a következő nem tudom, eszembe jutni, de addigra az is eszembe jutott, hogy hiszen azt is el lehet játszani, hogy rossz a mikroportom. És akkor énekeltem egy darabig, aztán... Mintha nem működtem. Szóval ez elősen találékony tud lenni a színész ilyen. Egy másodpercen az életen találékony tud lenni, és megpróbálja magát kivárni. Egy történet én is elmesélem, a